Üdvözlöm, kedves barátaim! Hopsz, kamera hol van? Itt vagyunk! Üdvözlöm benneteket, és folytatjunk témát, amit látjátok, múltkor már erről beszéltünk, miért vannak szenvedések, és beszéltünk, hogy miért vannak, és gyakorlatilag nem feltétlenül ez rossz dolog, hanem ez lehet jó is, mert akkor ember bölcsé válik, puhább lesz a szív, és akkor lesz életértelme, élet célja, és így tovább. Erről van szó. És a múltkori még tanultunk, hogy vannak háromféle tanítvány. Van az első tanítvány, aki egyszerre minden tanul. Hogy akarjátok, majd nézzétek meg ott részletesen. De van kettő más tanítvány, egyik, aki nem tanul, csak dühösebb, negatívebb lesz, idegesebb és agresszívabb, a másik pedig bölcsebb, jó szívű, önzetlen, és így tovább. De lényeg volt a tanításnak, hogy kettő között az a különbség, hogy az egyik automatikusan éli az életet, írjátok a kommentekbe, légy szíves, hogy jó-e halljátok, meg is nyitom itt a kommenteket. Jó a kép, jó a hang. Oké, akkor igen, szóval egyik fancy életet él, automatikusan reagál, a másik az próbál gondolkodni egy kicsit figyelmesen, tudatosan élni az életet. És akkor mi erről beszéltünk múltkor, hogy hogy lesz valaki tudatosabb. Ma pedig beszéljünk, megyünk tovább, hogy hogy legyen, vagy hogy csináljunk úgy, hogy a mi ez a tudatos életünk legyen eredményes és irányító. Szóval mi tudjunk egy irányba menni ezzel. Jó a hang és a kép, és jó, köszönjük szépen. Oké, akkor lépjünk akkor tovább. Szóval ma a következő lépést fogunk megtanulni a mi életünkben, mi tudatosságban, hogy hogyan tudjunk stabilan, mondhatjunk, lépni az élet során. De előbb megyünk ide az elejére, és beszéljünk meg. Na, itt van a kis képbe is vagyok. Oké. Akkor először megbeszéljünk a Bhagavad Gita-ba, Krishna egy dolgot mond, hogy mi az, ami a gusba kötő egy embert. És akkor itt van ez a vers, amit látjátok. Icsad, versa samudhinad, vanda majona bárata, szárva butani számoham, szerge janti parantapa. Szóval ez a icsad, versa, ez a jó és a rossz vágyuk, mindig jóra, versa gyűlölöm, ami nekem nem tetszik. És ez a szárgejanti parantapa, ez, ami embert megköti, gusba fog kötni, egy illúzióba, illúziót okoz az embernek, és ez az illúzió abból áll, hogy ember él ez a beprogramozott mechanikus életbe, pozitív, negatív, tetszik, nem tetszik. Amikor valami tetszik, az pozitív, valami fájdalmas, az negatív. Szóval ez a... És akkor erre mennek mindenféle filozófiák, majd mindjárt fogunk beszélni. Szóval az automatikus élet az, mikor nem átgondolt élet, hanem beprogramozott, és onnan jönnek ezek a különböző természetek, amiről szokták mondani a pszichológusok, van ez a Jung, mindenki sokszor szokott mondani, hogy van extrovert, introvert, akkor ilyen természetű, olyan természetű, akkor aha, akkor úgy fog viselkedni, és akkor ezek a különböző programok, amikor mi ellenezünk, tudjuk, valaki extrovert, akkor mi tudjuk, hogy ő hogy mire fog reagálni, és mit várható tőle, akkor ő ezen a programon be van programozva, az introvert így, extrovert úgy, szóval ez így, ezek a bizonyítékok arról, hogy mi vagyunk beprogramozva,
és ez problémát szokott nekünk okozni. De védikus szentírások, amit tanítják az abszolút igazság felismeréséről, vagy megismeréséről, ők tanítják embert arra, hogy ez a kettősség, ami van, ez fölött ember képes legyen felkerekedni, felemelkedni. Ez a fontos, mert akkor ember igazából boldog lesz. De milyen boldog lesz? Hát nem az a boldogság, ami relatív, mert ebben a világban a boldogság, ez teljesen relatív. Akkor mindjárt ezeket meg fogunk nézni. Igen, ezeket, amit mondtam. Az első pedig az, hogy meg kell próbálnunk megérteni, hogy mennyire függünk mi ezektől a kettőségektől, a jó és a rossz, mennyire az minket befolyásolja. Mert mit jelent ez a boldogság, mikor mi befolyásolunk ebbe a világba? Tehát ebbe a világban gyakorlatilag a boldogság nem más, mint a relatív fogalom. Hát nézzünk meg. Szóval mi valami, például van egy ilyen indiai példa, hogy volt egy halász lány, mesélnek, hogy az indiai halászoknak nagyon erős halszaguk van, ami ilyen keményen mondva bűzlik. És egy halászlány elment egyszer városba, vagy valahol vendégségbe, és akkor este mindenki lefekült aludni, és aludni lefekült, de nem tudta elaludni. Mert nagy az ilyen elit kis házikó volt, szép tisztaság volt, aroma. Addig nem bírta aludni, hogy gyorsan valahol felkelt, és elment kotorászni, és megtalálta valamihol ezt a döglött halat, romlott halat, és akkor megszagolta, és akkor boldogságot tapasztalta, és akkor így visszatért az álmába, akkor el tudtak elaludni. Szóval van nekünk valamilyen elképzelések, valakinek azért mondják, hát neked ezt okoz a boldogságot, nekem az okozza a boldogságot, hogy mindenkinek sajátja. De mondjuk nem pont igaz, mert mivel mi lelkek vagyunk, nekünk mindannyian egy a boldogság, de ez majd később. De lényeg most, amit mondanak a boldogságról, az az, ami, mikor van nekünk valamilyen izgalom az elménkbe, és a tudatunkban, és ettől megszabadulunk, akkor ez a boldogság. Ma mindjárt fogunk erről mondani nektek példákat. Jó. Igen, hogyha csak nekünk van valahogy feszülve az elménk, és amikor ettől megszabadulunk, akkor ember ott úgy tapasztalja, hogy most nagyon boldog. Vagy nézzük meg együtt, hogy van a kandalló, és akkor a kandalló, ez most boldogság okozó tény, vagy nem? Hát, hogyha mi kint voltunk órákig nagy hidegbe, és nagyon-nagyon megfáztunk, és akkor kerüljünk a kellemes meleg kandallóhoz, akkor ez már nekünk nagy boldogságot okoz. De hogyha mi kerülünk, megyünk, találunk, vagy 40 fokos melegbe dolgoztunk kertjünkbe, és már ömlik rólunk a víz, utána valaki, gyere, gyorsan, most befűtöttem a kamint, a kandallót, kérlek, gyere kicsit melegedni, akkor természetesen az már szenvedést fog okozni. Akkor nekünk jó egy kis hűvös, hideg, jeges valami vizet inni. De hogyha télen vagyunk, és hideg, fázunk, és valaki mondja, gyere, itt van jó kis ice tea,
így el egy kicsit, akkor ez természetesen nem fog nekünk okozni boldogságot. Szóval ez az anyagi világnak a boldogság, ez tényleg valamilyen kis relatív és illuzorikus. Okay, akkor tovább fogunk lépni a kamin után, vagy ez az oroszul kamin, ami magyarul kandalom. Igen, szóval ez csak, hogyha valami van szorongásunk, vagy problémánk, és ettől megszabadultunk, akkor ez már nekünk egy nagy boldogságot tud okozni. De egy bölcs ember, ő nem keresi boldogságot olyan, ami nekünk itt kínálnak, amelyeknek van eleje és a vége. Jó, igen, hát abszolút igazságtól lehet kapni abszolút boldogságot, de mi most még nem tartunk ott, csak lépjünk a következő ponthoz, amit szeretnék nektek most mesélni. Mielőtt megyünk tovább, szeretnénk gyorsan elmondani, hogy múlt alkalommal beszéltünk mi veletek erről a három fogalomról, hogy miből áll a gyakorlat, ami Brihadaranyaka Upanishadban olvastunk, és Atmavare Drashtavya, Shrotavya, Mantavya, Nididhyasitavya, Maitreyi. Azt mondja, hogy Drashtavya, mi? Aki akarja részletesen ezt hallani, akkor múlt előadásban az első, ennek az első, nem is ennek az első, hanem egy másik előadásban erről beszéltünk. Drashtavya, látnod kell, hogy nekünk kell máshogyan látni, megvalósítás kapni másféle látás szemszögből, és hogy kell ezt elérni, vagy hogy legyünk tudatosak a mi életünkben, Shrotavya, először kell hallani, mert tudatosan élni, hogy ne legyek befolyás, vagy hogy bölcsebb legyek, és nehézségekből jöjjek bölcsemberként, nem mint egy áldozat, akkor a tudatosság kell, hogy legyen egy a védikus szentírásuknak a koordináta szerint. Szóval az alapján kell tanulnunk érteni, mi történik velem, átgondolni, miért kerültem ebbe a helyzetbe, miért ez történt, és mit kell csináljak. Nem ami belső késztetése van, reakció. És ahhoz kell Shrotavya. Ezt kell olvasni, vagy hallani a bölcsességeket. És utána Mantavyáról beszéltünk, át kell gondolni, meg kell érteni, ahogy mi mondtunk, meg kell növelni ezt a magot, amit hallottunk a szívünkbe, ami meg fog változtatni a mi látásunkat, és Nididhyasitavya, amikor már teljesen más, hogy fogunk látni a világot. Szóval múltkor beszéltünk erről, de legyünk praktikusok és gyakorlatosokat, megyünk következő lépéshez, ami nagyon fog és hasznos lesz. És ez a lépés, mert egy kicsit így Szaturnusz asztrológia szemszögből kicsit megnézünk, hogy onnan hogy látszik a mi életünk, és mit kell csinálni. De gyakorlatilag a Szaturnusz, ő uralkodik a bakon, és uralkodik a vízöntőn. És Szaturnusz kontrollálja, lassítja, fegyelmezi az embereket. Igen, itt pont ezek a kis zodiákosok. De lényeg, amit nekünk Szaturnusz próbál megtanítani, hogy megértsünk, amit meg kell értsünk, ez a fegyelmesség, önfegyelmezet. És azok a bak emberek a anyagi szinten, ők azok az emberek, akik
alaphelyzetben már tudnak önfegyelmesek lenni, és általában sikeresek lesznek a saját életükben, mert nagyon jó kontrollálják és beosztják saját életünket. Mert ők képesek alárendelni az életüket a célunknak és a vágyoknak, hogy azt teljesítsenek, annak képesek ezt szánni. Jó, akkor is természetesen a sikert tapasztalnak. És ez már nagyon jó, mert hogyha valaki képes fegyelmezni saját magát, az már a lelki gyakorlatban és nagyon sokat tud segíteni. Enélkül nem lehet haladni sehogy és sehova. Jó, megyünk tovább. Oké. Nos, akkor Szaturnusz, ez a fegyelem bolygó. Ő ezt tanítja. Szóval, amikor valaki mond nekünk asztrológus, jön a Szaturnusz korszak, akkor nem baj, mert ez hogyan látszik a mi életünkben? Hát úgy néz ki az életünkben, hogy romlik az egészség, akkor pénzügyileg teljesen megyünk tönkre. Ez mind Szaturnusz tanítja. És amikor valaki, még hogyha mondjuk a bak természetű, önfegyelmes, de kudarcort tapasztalja, kiábrándul a világba, az életébe, ami ez nagyon jó, hogy ember eléri sok-sok-sok célt és vágyat, és nem érti, hogy mi az értelme az életnek, úgyis mindennek dolgoztam, talán meghalok, ami miért kell. Az nagyon jó, hogy valaki kiábrándult. Írjátok kommentekbe, hogy van-e köztetek kiábrándult emberek. És utána, mert az, aki önfegyelmezett, és nagyon élt az életet, és kiábrándult, akkor ő ezt az ambiciózum életét a lelki életre fog fordítani. Akkor ő már ott lesz nagyon fegyelmes. És ilyenkor a Szaturnusz elégedett lesz ilyen személlyel. Mert végül a bolygók, hát a bolygókat irányítanak személyiségek, titkos információ, és ők úrnak a szolgái. Ők az univerzumot úgy működtetnek, ahogy nekik megparancsolta az úr, és ezért bárki, akivel negatíven karma miatt viszonyulnak a bolygók, mint a Szaturnusz, amit beszéltünk, általában a karma miatt van, de ez azért, mert tanítja, és mikor bolygók látnak, hogy ember lelki, az abszolút igazság kutatása után szánja saját életenergiát, akkor ők kedvezően kezdenek hatni ember számára. Oké, és akkor tovább lépjünk. Szóval az önfegyelmezet az nem más, mint valamilyen lelki gyakorlatnak a konkrét formája. Itt van spirituális gyakorlat, én mondanék, hogy lelki gyakorlat inkább. Ez egy konkrét legyen, kell legyen forma, nem jó, hogyha valaki ugrál innen oda egyik helyről másikra, mert valakik egy kicsit ezt gyakorolnak, talán szaladnak oda, gyakorolnak, nem, meg kell állni, dönteni. Ez hiba, amikor valaki mondja, mindenki ugyanazt tanítja, nem mindenki azt tanítja, mert mindenhol más a cél. Más a megértés az abszolút igazságról, a világ képe, és akkor zavarodottságot fog okozni már. És már nem vagyunk fegyelmezetek, hogyha mi orrugal, ha rohangál az a fegyelmes, aki egy iskolán állt meg, és akkor egy iskolába fog járni. Ebből a szempontból most a lelki iskola. Ez nagyon fontos. Így módon a
kereső tanítványa válik, amikor megszánja magát, hogy én itt fogok tanulni ebbe az iskolába. És a Yoga Sutra Patanjali, akik jogát gyakorolnak, írjátok kommentekbe, légy szíves, ki köztetek gyakorol jogát. És a Yoga Sutrába Patanjali Muni adja leírást, hogy a maga a gyakorlat, ami adja, vezető sikerhez az embert, milyen természete, milyen elemekből áll, és akkor itt fogunk most látni. Hát akkor az egyik, hogy ez a gyakorlat, az nem 3 perces legyen, hanem hosszú ideig kell csinálni, sokáig. Ez egy fontos meghatározás. Akkor utána, lehet, hogy kikapcsoljunk ezt a kis képet. Második, hogy rendszeres és megszakítás nélkül. Szóval megszakítatatlan kell, hogy legyen a gyakorlat. Hogy ez azt jelenti, hogy nem csak akkor, amikor kedvem van, hanem ez pont a fegyelmezettség, ez pont az, hogy mindig csinálom. Van kedvem, nincs kedvem, én a cél felé szeretnék menni. És megfelelő hangulatban, megfelelő tudatban kell ezt csinálni tudatosan. Ez, hogyha így gyakorolunk, akkor ember sikeres lesz. De mindjárt még egy pár gyakorlatias szeretnék dolgot mondani. De lényeg, hogy első tanítás, hogyha mi akarunk lenni sikeresek, akkor az embernek kell önfegyelmezni önmagát, ami az életét rendbe hozza, rendbe összeszedi, rendbe szedi, rendezetté teszi az embernek az életét. És tudjátok, mi a titok? Hogy ezt mindenki meg tudja csinálni. Minden egyes lélek, aki emberi testben van, képes erre. Ez egy jó hír. Oké, és akkor mi a gyakorlati önmutatót tudjunk nektek mondani? Hogyan lehet ezt elérni? Nagyon gyakorlatilag, akkor fogjunk egy füzetet, és akkor írjunk, vezessünk ott egy kis naplót. Tegnap előtt lelki gyakorlatokkal foglalkoztam 20 percet, tegnap fél órát, ma 0 percet. És hogyha mi elkezdünk így vezetni, és tudjátok, most már van ilyen fegyenc edzések a telefonok, az iPad-ekre, mindenhova, de itt is lehet így csinálni. És hogyha mi csináljunk 30-40 napon keresztül, akkor sikeresek leszünk, mert akkor ez már fog válni a mi kis sikernek, győzelmének, és saját maguk fölött győzelmetesek leszünk, és ez szokása válik, és mikor már szokása válik, akkor belül fogunk érezni ennek a igényét, hogy erre ezt szeretnénk csinálni tovább, és akkor nem kell semmiféle emlékeztető dolgokat nekünk csinálni. A másik, akivel még uralkodik a Szaturnusz, ez a vízöntő. És a vízöntő, ez azt jelenti, hogy az ember, ugye a Szaturnusz segít embernek egy kicsit, hogy is mondjunk, elkülönülté válni ennek a élet a sodrásától. Bármi, ami történik, szóval valaki fegyelmezett, és egy kicsit kívülről nézi a helyzeteket, az életet, és akkor lemondott, úgy is szokták mondani. És de ezt a fegyelmez, vagy ezt a különállóságot, lemondott, vagy elkülönült állapotot, az csak
a fegyelmezettség után érheti el valaki. Szóval ez egy következő lépcsőfok, és ez a vízöntőnek a természete, egyik természete. Oké. Akkor, mikor megvan az az első lépcsőfok fegyelmezet, akkor a lemondott lesz valaki. És Szaturnusz gyakorlatilag ezt a kettőt akarja nekünk segíteni elérni eredményt. Ő ezt szeretne, hogy legyünk fegyelmezeteket, csináljunk, tervezünk, korán kelünk, lelki gyakorlatok, munka, család, barátok, minden, de minden így legyen fegyelmezve, és akkor oké. És az ehhez az elkülönüléssel, ami a vízöntő ad, még egy tulajdonság, amit ad. Na nézzük meg. Ez a önzetlenség. Szolgálatkészség, hogy én adni szeretnék másoknak, én önzetlen szeretnék lenni, és én szolgálok másoknak. Szóval ez is a Szaturnusz. És amikor ember önzetlen életet él, szívből jön másoknak adni, akkor ő felemelkedik a kettőség fölött. Meg hogyha jön nehézség, teszt, akkor rögtön jön a belső munka, és van egy elégedettség. Beszéltem a barátaimmal, és nekik szoktunk beszélni néha ki, hogy halad, és hogyan éli át a dolgokat, és vannak, akik körülöttem, amikor nagyon nagy nehézségek jönnek, tesztek, akkor ők rögtön nagyon alázatosak, és nagyon komoly belső munkát végeznek. És ez egy nagyon nagy érték. Amikor valaki, és ez változtatja az egész szemlélet, az egész világról, akkor ember boldogá válik. Oké. Ennyit gondoltam a mai napon nektek elmesélni. Itt nézzünk, a kütyük konnektelve vannak, vagy nincsen. Majd mindjárt kiderül. Írjátok kommentekbe, ti hogyan éltek át a nehézségeteket. Úgy mondtam, mond kettőféle. Traumát megéljünk, és áldozatok vagyunk, utána csak panaszkodunk mindenkinek. Mert mindenki hibás, mindenki buta. Vagy én tehetek róla, hogy ez velem történik, és én szeretnék ezen javítani a magamon. Köszönöm szépen, szép estét kívánok nektek. És akkor Hare Krishna.